Sziasztok, én Zay András vagyok, az Újvidéki Egyetem Szabadkai Építőműmérnöki Karának hallgatója. A munkám címe pedig, hogyan hegyezzünk cerizát, vagyis a fából készült szerkezetek csavarásának vizsgálata, torziójának vizsgálata. Tehát akkor vágjunk is bele. A fa, mint építőanyag. A fa, mint építőanyag talán az egyik legősibb, legrégebbi építőanyag a világon. Most egy kicsit mérnöki szempontból a fa fizikai jellemzői, talán az egyik legfontosabb jellemzője a fának a sűrűsége. Ez általában olyan 600 kg per köbméterbe szoktuk számolni, habár ez nagyban függ a fa keménységétől. Ezt durván feloszthatjuk puha és kemény fákra. Valamint a szintén nagyon fontos a szerkezetépítés terén a rost, illetve a terhelési irány. Ez pedig azt jelenti, hogy a szálakra merőlegesen, illetve a szálakkal párhuzamosan terheljük-e a fából készült szerkezeteket. Ugyanis a fa, tudnunk kell, hogy higroszkópikus, tehát a nedvességtartalom is egy nagyon mérvadó tényező a fa szerkezetében. A fa ortotróp, vagyis ortogonálisan anizotróp anyag, illetve a fa növekedésével természetes irányban, tehát megfelelő irányban, a hossz irányban sokkal nagyobb a szilárdsága, mint rámerőlegesen haránt irányban. A csavarás, tehát mint definíció, a csavarás, hogyha egy rúdelem a határoló keresztmetszei forgató erőpárral terhelünk, akkor azt a rúdelemet csavarással terheljük. Na most ezt egyszerűképpen én egy példán szeretném bemutatni, mégpedig a ceruza hegyezésén keresztül. Azonban feloszthatjuk a csavarás fogalmát mint szabad és mint gátolt csavarásra. Mi a különbség a kettő között? A szabad csavarás esetén a végkeresztmetszetek szabadon elfordulhatnak, míg gátolt csavarás esetén bár az egyik végkeresztmetszet befogás található, tehát meg van gátolva az elcsavarodása, így normál feszültségek is ébrednek benne. A matematikai modell felállítása. A csavarást egy másodfok parciális differenciál egyenlettel tudjuk matematikailag modellezni, amelyet Poisson-féle parciális differenciál egyenletnek is nevezünk. Azért parciális, mivel hogy az ismeretlen függvény két változós, tehát látjuk, hogy a torzulási függvény, azaz az ismeretlen függvény két változós, x és y szerint is, tehát x és y szerint is változik. A nyírófeszültségeket pedig, mint a torzulási függvény x, illetve y szerint deriváltjai kapjuk. Tehát a munka célja. Mi is volt a munkám célja? A munkám célja az volt, hogy egy általános keresztmetszetű, tiszta csavarással terhelt prizmatikus rúd feszültség állapotának vizsgálatát valamiféleképpen numerikusan megoldja. Na most, ezt én kétféle feladaton keresztül oldottam meg, mégpedig egy ácceruza hegyezésén keresztül, amellyel egy téglalap alakú prizmatikus rúd szabad csavarását illusztrálom, illetve egy hagyományos ceruza hegyezésén keresztül, amellyel pedig egy kör alakú prizmatikus rúd csavarása lett bemutatva. Tehát a megoldást pedig a véges differenciák módszerével kerestem, vagyis állítottam elő. A véges differenciák módszere angolul Final Difference Method, vagy röviden FDM, tehát a differenciál egyenletek numerikus megoldásának egyik lehetőségét kínálja. Mi az alapötlete? Az alapötlete az volt, hogy az egyenletben szereplő parciális deriváltakat véges differenciákká alakítsuk át. A közelítést pedig véges sok pontban, és itt ki kell hangsúlyozni, hogy véges sok pontban alkalmazzuk, tehát ezeket úgynevezett csomópontoknak nevezzük, így az eredményt is ezekben a pontokban kapjuk. Tehát ezzel a parciális differenciál egyenlet egy lineáris algebrai egyenletrendszerre vezethető vissza.
Tehát a véges differenciák módszerének lépései. Első a diszkretizáció, szép magyarul a tartomány felosztása. Itt kell meghatároznunk, hogy a tartományt milyen sűrű ráccsal fedjük. A második a csomópontok meghatározása. A csomópontok meghatározása abban fontos, hogy ki kell jelölnünk azokat a csomópontokat, amelyek a peremben, tehát a tartomány peremén helyezkednek el, illetve amelyek a tartományon belül jelentkeznek. A parciális deriváltakat véges differenciákkal helyettesítjük. Itt megkülönböztetünk két lehetőséget. Amennyiben a rács pontosan illeszkedik a peremre, akkor a felső képletet tudjuk a másodfokú Poisson parciális differenciál egyenletet közelíteni. Amennyiben viszont a rácsháló lokálisan nem ekvidisztáns, ez a körkereszt metszetű ceruza hegyezésén kerül bemutatásra, a következő, tehát az alsó egyenletet tudjuk használni. Tehát a lineáris egyenletrendszer megoldása pedig direkt vagy iterációs, valamely iterációs módszerrel történhet. A feladat. Tehát a feladatunk, mondtam, egy téglalap keresztmetszetű ács ceruza hegyezésén keresztül megvizsgálni a szabad csavarás hatását, illetve a feszültségi állapotokat a szabad csavarás hatására a prizmatikus rútban. A következő feltevéseket alkalmazunk. A keresztmetszetek nem maradnak síkok, hanem öblösödnek. Ezt a későbbiekben meg is mutatom, hogy a feltevés helyes volt. A szöktorzulás és a nyírófeszültségek pedig az oldallapok felező pontjaiban, tehát középpontjaiban érik el maximális értékeiket, a legnagyobb viszont a hosszabbik oldal felező pontján lesz. A keresztmetszetek szabad öblösödése, hogy már mondtam, nem gátolt, tehát normál feszültségek nem jelentkeznek, és szabad csavarásról beszélünk. A numerikus modell felállítása. Tehát elsőnek is a fa nem puha fa. Hát ugyebár a ceruzát puha fából, fenyőféléből készítik. A vizsgált ceruza méretei pedig 0,7 × 1,1 cm, illetve a hossza 24,7 cm. A számítások során a grafit bél csavarással való ellenállását elhanyagoljuk. Tehát 4×4-es ráccsal fettük a felületet. Itt látható a megoldás, amelyen 2×2-es, 4×4-es, 10×10-es, illetve 100x100-os ráccsal fedjük a tartományt. Itt az legérdekesebb, hogy 100x100-as rácssűrűség mellett 10 000 csomópontról beszélünk, és az az egyenletrendszer 10 000 ismeretlen, 10 000 egyenletet tartalmaz. A nyírófeszültségeket, illetve a szöktorzulást bemutatva, jól látható, hogy valóban a keresztmetszetek nem maradnak a saját síkjukba, hanem öblösödnek. És a legnagyobb nyírófeszültség pedig a hosszabbik oldal közepén helyezkedik. A vektorábrán, pedig a vektordiag mezőábrán jól látható, hogy valóban a grafit bél, amely a ceruza közepén helyezkedik el, a csavarással való ellenállásának elhanyagolása, tehát nem okozott nagyobb eltérést a számítások során. Ugyanezt a módszert csináljuk egy körkeresztmetszetű ceruza, egy hagyományos ceruza esetén. Itt annyi a lényeg, hogy a keresztmetszetek a saját síkjukban maradnak, tehát itt nincs öblösödés. Ugyanígy lefedjük, itt látjuk, hogy a peremfeltételek nem helyezkednek, tehát a peremben a rácspontok nem helyezkednek a rácson rajta, ezért a peremfeltételeket a rácspontokra kell átvinnünk. Ugyanígy a numerikus megoldással megkapjuk a csomópontokban a torzulási függvény értékeit, majd interpolálva megkaphatjuk a torzulási függvényt magát. És itt az ábrán nagyon szépen látható, hogy valóban nem öblösödnek, és a keresztmetszetek a saját síkjukban maradtak mindvégig a csavarás során. Itt pedig a vektormezőábrán ugyanúgy a grafitbél hatását elhanyagoltuk, és láthatjuk, mivel a diagramon bemutatásra került a csavarás iránya, irányítása és intenzitása, hogy a közepén, a keresztmetszet közepén a legkisebb. Tehát
A tapasztalataim az voltak, hogy kis rácsűrűség mellett általános alakú keresztmetszet esetén a perem közelítése pontatlan, viszont négyszög keresztmetszet esetén már elég pontos, viszonylag kis rácsűrűség mellett is. Tehát a kapott lineáris algebrai egyenleteket megoldása igen bonyolult általános rácsűrűség, általános keresztmetszet mellett viszonylag nagy rácsűrűségnél. És amit még érdemes lenne vizsgálni, és ezzel be is fejezném, tehát a ceruzabél és a ceruzatest együttes hatását, torzió hatására, ez a kompozit anyagok csavarását jelenteni, és a ceruzatesteket összetartó ragasztás vizsgálat, ez pedig a ragasztott szerkezetek vizsgálatát jelenti. És megköszönöm a figyelmet.